Október 29-én zajlottak az önkormányzati választások, melyen városunk lakosai polgármestert és a képviselőtestület tagjait választották meg. Az elkövetkező 4 évben továbbra is Borovszky Szlavomír áll majd Szepsi élén. Idén először tartottak összevont választásokat. A részvételi arány elérte a 40,01%-ot, ami megközelítőleg 10%-kal kevesebb, mint a 4 évvel ezelőtti önkormányzati választásokon. A választások biztonságát nem csak az állami, hanem a városi rendőrség is felügyelte. A polgárok 2 polgármesterjelölt közül választhattak. A független Borovszky Szlavomír lett a győztes 1758 szavazattal, ami a voksok 59,25%-át jelenti. Csala Ján, aki a szövetségpárt támogatásával indult, 1209 szavazatot szerzett, vagyis az urnákhoz járuló polgárok 40,75%-át sikerült megszólítania. A szepsiek 5 kerületben választottak önkormányzati képviselőket. A választók végül úgy döntöttek, hogy nem lesz jelentősebb változás a testület összetételében. A 13 jelenlegi képviselő közül mindössze 2 új személy, Gergely Adriána és Pupala Jaroszláv került be a képviselő testületbe. Az 1-es számú választókerületben Matta Ludovít, Grujo Julius és Gergely Adriána lett megválasztva. A 2-es számú választókerületben, azaz a Bodolló városrészben élőket Bodnár Vojtyek fogja képviselni. A 3-as számú választókerületben Dobos Zoltán, Elek Tamás és Cinger Roland nyert mandátumot. A polgárok a 4-es számú választókerületben Krusinski Norbertet, Csala Jánt és Nagy Istvánt választották képviselőiknek. Az 5-ös számú választókerületben élőket Pece Norbert, Zubko Ladislav és Pupala Jaroszláv fogja képviselni. A megválasztott képviselők a Városi Képviselőtestület alakuló ülésén lépnek hivatalba, amelyre a törvény szerint a választást követő 30 napon belül kell sort keríteni.